Sok szeretettel köszöntjük a Hatos csatorna televízió nézőit. Önök a Vallás és Kultúra című műsort látják. Szeretettel köszöntöm stúdió vendégeinket, Szkúr Katalint és Mézes Juditot. Kati, te már nem először vagy a műsorunkban, úgyhogy már több visszatérő kedves vendég vagy. És könyvek, kifestők vagy valami hasonló? Igen, egy évvel ezelőtt voltam itt, akkor még nagyon gyerekcipőbe jártam, mint kiadó. Azóta már rengeteg könyvünk jelent meg, és jelenik meg is hamarosan az ünnepi könyvhétre, illetve előtte a gyereknappal kapcsolatosan. Legfőképpen bibliai képességfejlesztő könyvekkel foglalkozunk, egészségnevelő könyvekkel, és olyan mesékkel, ami mindegyik valamilyen lelki támogatást, vagy valamilyen fejlesztést, valamilyen bátorítást ad a gyerekeknek. Legújabb könyvünk most a Bátorító mesék, most fog megjelenni, aminek volt egy előzménye, a Vigasztaló mesék, Judit a szerzőnk, és ő erről bővebben Judit, tud. Judit, hát akkor egy kicsit bátoríts bennünket ebben a mesevilágban. Köszönöm szépen. Stresszoldó meséket írok, mert sok-sok éve tanítónő vagyok, és ugyanakkor stresszkezelő előadássorozatokat is tartottam országszerte. És láttam azt, hogy ezt a kettőt szépen össze lehet kapcsolni. A stresszoldó mesékkel szeretnék segíteni a szülőknek is, hogy milyen stressz helyzetben milyen mesét ajánljunk a gyerekeknek, milyen mesét olvassunk föl a gyerekeknek, és ennek a sorozatnak most a második kötete jelenik meg. Lehet, hogy ez a stresszoldó mese nem is a gyerekeknek szól, hanem a szülőknek, akik elmondják ezt? A szülőknek nekik is, ugye? Igen, a szülőknek is, hiszen minden mese előtt egy rövid kis bevezető áll a meséhez, ami a szülőknek szól, hogy milyen helyzetben ajánlott azt a mesét elolvasni. Ilyen a Vigasztaló mesék sorozatunk, az első kötet, a második pedig, ami most jelenik meg, a Bátorító mesék. Hogy mi a különbség a kettő között, mikor vigasztalunk? Olyankor, amikor a gyerek már valamilyen bajon túl van, és mikor bátorítunk, amikor valami előtt áll. Valami nagy megmérettetés előtt, nagy vizsga előtt, amiben elveszíti a bátorságát, ugye? Ezért bátorítunk, hogy legyen bátor. Így van, így van. Kati, mi a különbség a között a gyerek között, aki csupán okostelefonon nő fel, és a között a gyermek között, akinek rendszeresen este mesét olvasnak fel? Azok a gyerekek, akiknek olvasnak rendszeresen, az érzelemviláguk, a fantáziaviláguk, a lelkiviláguk sokkal jobban fejlődik, sokkal bensőséges kapcsolatuk alakul ki a szülőkkel, sokkal nyugodtabbak, olvasni és érdeklődőbbek is lesznek, olvasni is szeretnek. Nyitottabbak a világra. Így van. És mi a kiadónkkal azt a célt tűztük ki legfőképpen, hogy a gyerekekkel megszerettessük az olvasást, és nem csak az olvasást, és az írást is, mert elindítunk idén nyáron egy olyan tábort, ami kifejezetten tehetséggondozásra szeretnénk irányítani, és olyan gyerekeket szeretnénk ide invitálni, akik nem csak olvasni szeretnek, hanem írni, és szeretnénk nekik egy olyan lehetőséget adni, hogy a mesét, amit megírnak, azt ki fogjuk adni velük, és hát leendő kis írókat keresünk, a jövő nemzedék kis íróit, akik igazából szeretnénk őket most gondozni, és reményt, biztatást adni nekik ahhoz, hogy merjenek írni, és ne csak olvasni, hanem mutassák meg, hogy mire képesek. Bemerjék vállalni a meseírást. Így ez nem könnyű dolog. Nem. De mikor írtad életedben, Judit, az első mesédet? Hú, jó a kérdés. Biztosan alsó tagozatos koromban. Tehát, akkor már fogalmazás órán írtunk meséket. Igazából gyerekként. Persze. Mindenkinek kell, aki alsó tagozatos. Nem olyan rég elmentem Mátrába, édesapám vándorméhész volt. És volt egy hatalmas fa, ahol minden este nekem mesélt. De gyerekként ez a fa, ez egy olyan hatalmas fa volt, hogy valami fantasztikus. Most 50 évvel később visszamentem ehhez a fához, és egy hatalmas nagy csalódás volt,
mert az én gyermek világomban hatalmas fa egy átlagfa volt, tehát semmivel nem volt nagyobb, mint amely fákat akár itt Budapesten is láthatok. Ez az a fantázia, amiről talán Kati korábbiakban szóltál, hogy a gyereknek kinyílik a képzeletvilága, kinyílik az érzelmi világa, mert a dolgokat nem olyannak látja, amilyen, hanem a mese folytán ő ezeket kis legóként összerakja, és akkor ő ebben a világban él, legalábbis a mese idejéig. A gyerekeknek, főleg a kicsiknek egy olyan biztonságot ad bizonyos mesék olvasása, és folyton ugyanazt a mesét olvasni. Addig nem unják meg. Nem unják meg, ez nagyon sok szülő tapasztalta, hogy ugyanazt a mesét már lassan már kívülről fújják, és a szülő már unja, de a gyereknek azt folyton el kell olvasni, és lehet, hogy a szülő megpróbál egy-két sort kihagyni belőle, csak hogy már rövidebb legyen, de észreveszi a gyerek. Neki az egy biztonságot ad, egy közeli kapcsolatot a szülővel, meg azt, hogy azt a mesét, hogy ez megtörtént, ennek jó a vége ennek a mesének, és hogy tudja, hogy ha vele ilyen megtörténik, akkor ugyanúgy megtörténhet, mint a mesevilágban, mert minden mesének jó a vége, és az ő életében is így fog történni. Érdekes, nálunk a feleségem volt a nagy meseolvasó, én pedig fejből mondtam a meséket, tehát kitalált történeteket, ami ad hoc ott és abban a pillanatban, ami egy kicsit mindig kapcsolatban volt hozható azzal a helyzettel, szituációval, ami a gyerekkel történt az elmúlt napokon keresztül, és ő ezt azért érezte, de nyilván ez azért el volt szimbolizálva annyira, hogy direktbe azonnal nem jött rá, de azért valahol segítség volt. És a mi gyerekünk úgy nőtt fel, hogy mind a két mesevilágot rendkívül szerette, ő megrendelte, mikor az olvasott mesét, mikor a mondott mesét, vagy a költött mesét kéri. Én azt hiszem, hogy ha azt mondom, hogy Magyarország is mese, akkor talán nem tudom a mai modern mese helyzeteket, de azért Magyarország egy nagyon erős mese ország volt. Szóval nagyon jók a meséink. Nagyon jók azok a mesék, amelyeken generációk nőttek fel, amelyeken mi felnőttünk, a szüleink, a nagyszüleink, ugye? Minden nemzetnek ilyen erős mese háttere van, vagy vannak országok, ahol jobban igénylik a meséket, kevesebbet igénylik a meséket? Mit tudtok erről mondani? Hát minden országnak megvannak a saját népmeséi, tehát ettől erősödik, a szájról szájra adott a hagyomány útján, tehát a mesemondás. Akár a bibliai történetek is tehát így keletkeztek, és így maradtak ránk, hogy szájról szájra. Hát persze, a Biblia szóban született, csak később van, írták így le. Így van, tehát több ezer évvel. És magában a Bibliában is sok mese van. Ugyanúgy a népmesék is, ha megnézzük a Mátyás királyról szóló mesék, tehát azok is mikor írótak, de mai napig, tehát írott könyvbe el tudjuk olvasni, és nagyon szép mese írunk. Ugye a Kolozsvári bíró, hát ezen generációk nőttek föl. Így van. Csak sajnos a mai korosztály már kevesebbet szeret olvasni, mivel itt van a technika, és nincs idejük olvasni, nem is szeretnek olvasni, és én úgy gondolom, hogy kicsi korban ez a szülő feladata, hogy megszerettesse a gyerekkel a könyvet, és megmutassa, hogy a könyveken keresztül mennyi minden tárul elébe, és mennyi információt, mennyi tudást tud megszerezni onnan, mennyi vigaszt, mennyi bátorítás, mennyi motivációt, és utána a szükséges információt még fejlődhet a korral úgy, hogy az informatikába, a technikába megkeresi, megtalálja, de én úgy gondolom, hogy a gyökerekhez, a könyvekhez, tehát csak így lehet. Melyik az a kor, amelyik abszolút nyitott a mesevilágra? És melyik az a korszak, amikor lassan már ciki mesét mesélni. Szóval melyik az az érintetlen, zárt, kis igazi gyerekvilág, akik isszák, mert szomjasak a mesére, és mikor az, amikor már tinédzserré válik, és az anyu most már ciki, ne olvas mesét, majd én megoldom.
Hát én mind három gyerekes anyja, ezt bátran merem állítani. Amikor még pici, még egy-két éves, még akkor az ilyen kemény táblás könyveket adjuk a gyerekeknek, ahol az állatokat megmutatjuk, még megnevezzük a tárgyakat, tehát felismertetjük velük, de már a könyvet a kezébe adjuk, és tanítjuk szavakra, tanítjuk beszélni a gyerekeket könyveket. Tehát itt már megszokja, hogy van egy könyv, erre vigyázni kell. Ebből tudunk beszélni, mesélni. Amikor már így elkezd a kis értelme bontakozni, akár már három évesen már gondolkodni, akkor már lehet picike kis rímelős verseket, kis meséket olvasni, kis rövideket, amiket, mint említettem, nagyon szerették, amikor gyakran olvassák, már kívülről tudja az egész család, és napi százszor meg kell hallgatni ezt, akár autóba, hangos könyvbe, akár esti meséként, akár étkezésnél, bármikor. Mindig lehet. Így van. Utána van ez a 5-6 éves kor, amikor már lehet meséket olvasni nekik, és utána megbeszélni velük, hogy mi az, amit hallottak, hogy ezt átvezetni az ő életükre, hogy esetleg velük-e történt hasonló, vagy hogy mire vigyázzanak, hogy ne történjenek meg bizonyos dolgok. Amikor a gyerek elkezd az iskolába elkezdi tanulni a betűket és az olvasást, kíváncsian veszi a kezébe, és alig várja, hogy már ő kezdjen el olvasni. Még ott kell mellette lenni, még azért örül neki, hogyha olvasunk, de már én azt látom, hogy egyre büszkébb arra, hogy már egyedül el tudja olvasni a könyvet, és nálunk, már a másodikos kislányom első osztályos, tehát mikor már első osztály végét járta, már egyedül olvasta a kisöccsének a mesét, és most már nem engedi, hogy olvassam neki. A nagyfiú is egyedül szeret olvasni, de a kicsi azt szereti, hogy a nagy testvér olvas neki, és erre olyan, tehát én is büszke vagyok arra, hogy a gyerekek már így megoldják egymás között, de már én elveszítettem azt a szerepemet, hogy én olvasok nekik, mert ha előveszem, akkor mami, majd én. Majd megoldják. Igen. Mennyire tudjátok ezt a rést, a Bibliával kapcsolatos mesék rését kitölteni? Milyen igény van rá? Érdekli-e a szülőket? Meg gondolom, a szülők fogják megvenni a bibliai állatokat, meg stb., és ők fogják a gyereküknek adni. Szóval, hogy áll a mai modern, szekuláris világban ez a kérdés? Érdekes módon, hogy kíváncsiak is nyitottak rá, pont azért, mert a mi társadalmunk egy keresztény társadalom, egy keresztény kultúra, tehát szeretjük ezt hangoztatni, még akkor is, hogyha az emberek nem mindenki vallásos. De az alapban benne van az, hogy a Biblia ismeret az mindenkibe benne van. Tehát ez benne van a kultúrába, a zenébe, az irodalomba, tehát ezeket az alapokat ismernünk kell. Még az iskolába is tanítják, ha nem is hittan, nagyon sok iskolában igen, hittan keretében is, de nem csak hittan keretében, persze, megtanulják ezeket. Így hát ezek a könyvek alapul szolgálnak arra, hogy a gyerekek megtanulják, megjegyezzék, több érzékszervükön keresztül memorizálni tudják ezeket a történeteket, illetve tanulni tudnak belőle, mert akár egy testvérkapcsolat, akár egy szülőviszony ezekből a történetekből meg tudják tanulni. Judit, lesz folytatás ennek a két könyvnek? Nagyon jó, hogy ezt említetted az előbb, hogy neked édesapád mesélt. Én úgy látom, hogy az lenne a legjobb, ha lennének olyan mesék, amiket az apák mesélnek. És kimondott apa meséket akarsz írni? Apa meséket írok. És nagypapa meséket? A nagypapa az. Majd azok lesznek a függelékek. Bár ebben most is van. Igen? Nagypapa mese, így van. Uh-huh. Sőt, olyan is, hogyha a nagypapa nincs már a családban, hogy dolgozzuk föl annak a hiányát. Hogy az álmok, a vele töltött élmények ott maradnak bennünk, és azok megerősítőink maradnak, akkor is, ha ő már nincs. Úgy gondolom, hogy a mesék azért felkészítik a gyerekeket az életre. A mesék felkészítik az életre, noha tudják, hogy az egy mese, de mégis van minden mesének egy alapvető igazság mozzanata és igazság tartalma, és ez nagyszerűen el van a mesébe rejtve. De ezért vörös fonálként azért ez végig ott van, hogy legyél igazságos, hogy legyél kitartó, hogy mondj igazat akkor is, hogyha ebből pillanatnyi károd származik, ne legyél irigy a nálad okosabbra vagy erősebbre, mindig a leggyengébb le tudja győzni
a legerősebbet, lásd Ludas Matyi, és azért az igazság hosszú távon mindig eléri a célját. Most néhány ilyen felröppentett téma. Ugye, hogy ezek nagyon fontosak a felnövekvő generáció lelkébe, ott legyenek beágyazva? És éppen ezért fájdalmas sokszor olyan meséket látni, leggyakrabban épp a televízión keresztül, amiben a rossz győz, amiben a mese kifutása negatív. Uh-huh. És eltorzul a világa a gyerekeknek, és úgy érzik, hogy nincs biztonságuk, nincs kapaszkodójuk. Éppen ezért fontosak azok a benedekeleki mesék, amikről egy picit szóltál, vagy azért fontosak az olyan mesék, amik megtanítják őket, hogy megálljanak a saját lábukon is, hogy bátrak legyenek akkor is, hogyha az egész világ összeesküzik. Nem olyan ellenük. Rég vettem meg az 1001 éjszaka meséit, vagy 5 vagy 6 ilyen vastag, hatalmas kötetbe, és elhatároztam, hogy végig fogom olvasni, mert valamikor gyerekkoromban olvastam, most ki lett adva, és én azt hiszem, hogy a felnőtteknek is szükséges mesét olvasni. Hozzátartozik a mi világunkhoz is. Mi is prezentálunk ezekből a mesékből. Talán abban a pillanatban gyerekek leszünk a gyerekeink mellett, vagy az unokáink mellett. Egy kicsit a mese ránk is hat. Hogy látod, Kati? Igen, jó, hogy ezt mondod, mert Szigeti Jenő bácsival is pont egy ilyen könyvön dolgozunk, hogy felnőtteknek mesét, de igaz történeteket, mert tény is való, hogy a felnőtteknek is szükség van ahhoz, hogy eltereljék a figyelmüket a mindennapi problémáktól, nehézségektől, munkáról. Egy picit visszatérjenek a múltba, hogy emlékezzenek, hogy hú, tényleg ilyen is volt, olyan is volt, ez volt a gyerekkoromban, és a meséken keresztül ezeket visszaelevenítik, ezeket a történeteket, úgyhogy nagy izgalommal készülünk a felnőtt mesékkel. Amúgy a magyar könyvkiadásban mennyi százalékot hasít ki a mesevilág a könyvek tárházából? Egyáltalán lehet ezt becsülni? 1-2%? 5-10%? Hát szerintem egy olyan 30%. Tehát 30 elég vagy fölött, igen, a gyerekkönyv. Elég jelentős. Szerintem. Elég jelentős. De nem szeretnék butaságot mondani. Persze, most nagyjából nyilván, mint könyvkiadó azért látod, hogy tehát ez azt jelenti, hogy durván minden harmadik könyv azért a gyerekek és a mesék világába tartozik. Annak ellenére, hogy nem szeretnek a gyerekek olvasni, hogy mondják, tehát, de emelkedő tendenciában van a gyerekkönyvfogyás és kiadás. Uh-huh. És ha így nézzük, akkor mennyire szokott a magyar kultúra, nem tudom én, szerb népmeséket, román meséket, bolgár, orosz. Arra emlékszem, gyerekkoromban voltak orosz mesék, de nyilván ennek megvolt a politikai tartalma, és nem erről akarnék beszélni. Szóval vannak más kultúráknak a meséi magyar vonatkozásban megjelennek? Igen, van kifejezetten a Kossuth kiadónak egy ilyen sorozata, hogy más nemzetek népmeséi, nagyon érdekes. Megjelennek. Így van. És mit tudsz elmondani most ugye a könyvhéttel kapcsolatosan? Erről is kellene néhány szót szóljunk. Igen, tehát nagy izgalommal és reményekkel készülünk a könyvhétre. Nagyon sok új könyvünk jelenik meg, tehát mint például Juditnak a Bátorító mesék, vagy a Petrőc Éva készített kifejezetten a mi kiadónk számára, a Katica könyvműhely számára Katica meséket. Akkor el kell mondjam, hogy Petrőc Éva is sokszor ennek a műsornak vendége, kedves vendége, szinte minden évben egyszer-kétszer vendégül látjuk. Igen. Igen, tehát mint említettem, kifejezetten ránk szabta, tehát a mi kiadónknak írt egy Katica meséket, nagyon, tehát ismeretterjesztő könyvünk megjelent, tehát kifejezetten természet ismeretterjesztő mesekönyv gyerekeknek, ez a például a Csigamász, amin keresztül a gyerekek megismerik a
környezetükben lévő állatvilágot, kisbogarakat, növényeket, de mese formájában. És azért különlegesség ez a könyv, mert itt például egy anya és a fia írta. Tehát itt egy ifjú kis szerzőt tudunk bemutatni. Ő róla szól, tehát ő az, aki bemutatja a könyvben, ő a főszereplő. Ha jól látom, 11 könyv van az asztalon, de csak azért, mert kicsi az asztal. Így van. És tekintettel voltál az asztal terjedelmére. Mutasd be egy könyvet, ami a szívedhez a legközelebb áll ezek közül. Vedd a kezedbe. Tulajdonképpen mindegyik könyvet szeretem. Azt tudom, ez olyan, mint az embernek a gyerekei, de egyet mégis emeljön ki. Amiről még nem beszéltem, és ez most nem azért, mert a szívem csücske, de amit még szeretnék kiemelni, az az, hogy nagyon fontos a gyerekeknél a prevenció, az egészségnevelés, tehát mi, mint kiadó, erre nagy hangsúlyt fektetünk, és talán ez a két könyv az, amin keresztül tudjuk az életmódjukat nevelni nekik, az egészséges táplálkozás, a testmozgás, a napfény, a levegő, a bizalom, a pihenés, tehát mind-mind benne van ez, hogy egy egészséges gyerekből egy egészséges felnőttet tudjunk nevelni. Az az igazság, hogy nagyon fontos, mert ha az egészségre akarjuk nevelni a felnőtteket, akkor ez gyerekkorban kell, nem 60 évben kell leszoktatni a dohányzásról, meg az alkoholról, meg az ivászatról, meg az este 10 órakor a zsíros vacsorákról, hanem ha ez gyerekkorban ki tudjuk alakítani a szemléletében. És valóban, hogyha nem sós ropikat, meg hasonló dolgokat fog enni gyakorlatilag minden nap, amit az iskolai büfében megvásárol, hanem ő tudatos, céltudatosan fogja az ételeket kiválasztani, amit meg tud vásárolni, akkor sokkal egészségesebb lesz, és épp testben, épp lélek lesz. Tehát a lélek is egészségesebb lesz, mert sokszor, ugye, testünk azért betegszik meg, mert a lelkünk beteg, és néha azért betegszik meg a lelkünk, mert a testünk beteg. Szóval oda-vissza egy kölcsönhatásról. Így van, és egy szülő sokkal motiváltabb akkor, hogyha a gyereke egészségéről van szó, és ahhoz, hogy a gyereke egészséges legyen, neki jó példát kell mutatni ebben. Tehát nem lehet az, hogy a gyereknek megmondja, hogy ezt meg ezt ne ezt, miközben rossz példát mutat, és ő így táplálkozik, vagy fogyassza a káros dolgokat az ő számára, de hogyha együtt csinálja a gyerekével együtt, sokkal könnyebb neki is változtatni, mert hogy ő a gyerekének, mint minden szülő, tehát azt szeretné, hogy az gyereke egészséges legyen, ne csak lelkileg, de testileg is, és a kettő össze van kapcsolva. 3 éves gyerekkel csináltak egy olyan tesztet, hogy egy csokoládét és egy savanyú uborkát egymás mellé tették. Mind a kettőből a gyereknek egy-egy kis darabot adtak, és utána bőségesen oda tették az asztalra mind a kettőt, hagyták, hogy a gyerek játszon, és menjen. Nagyon érdekes, 3 éves gyerekről beszélünk, csak az uborkát ette, az édességet nem. Ugyanezt megcsinálták 7 éves gyerekkel, az egyetlen egy uborkát későbbiekben már nem vett magához, hanem megette az összes csokit. Tehát valami történik 3 év fölött, amikor jaj, itt a csokoládé, itt a cukor, stb., és az néhány év alatt kialakul a gyerekben ez az édességfüggőség, az édes italtól való függőség, és akkor már nagyon nehéz leszoktatni. A gyerek ízlése nevelhető, ugyanúgy, mint maga a gyerek, és ez a szülőtől függ, hogy mi az, amit ad a gyereknek. Tehát az én gyerekeim is, ha oda teszünk nekik egy habos-babos csokoládétortát rengeteg tejszínhabbal, émelyegnek tőle, és nem fogják elfogyasztani, mert sokkal jobban oda vannak, meg vannak szokva akár a asszalgyümölcsökre, vagy a friss gyümölcsökre, természetes dolgokra, így van. Tehát a gyerekek étkezési szokása, ez csak is a szülőtől függ. Ha a szülő már gyerekkorban így fogja nevelni a gyereket, akkor az a gyerek 7 éves korban is kevésbé fog oda nyúlni a csokoládéhoz, és egy ilyen gyerek, tehát most nem mondom, hogy csak
csokoládét vonjunk el, vagy ne vonjuk persze, el. Tehát, neveljük, tehát, befolyásoljuk ne fogy, pozitívan. Így van, tehát inkább azt mondom, hogy szoktassuk őt a nyers zöldségekre, gyümölcsökre, az egészséges táplálkozásra, inkább a vízivásra, mint az édes szénsavas üdítőkre, mert hogy egy egészséges gyerekből egy egészséges felnőtt lesz, és hogy nem lesz fiatal korákban olyan civilizációs degenerált betegségei, ami egyre jobban befolyásolni fogja az ő életminőségét. Katalin Judit, nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Juditnak sok áldást kívánok a következő könyvéhez, majd ezt a megjelenés előtt álló, vagy megírás előtt álló könyvhöz, és nektek pedig, hogy sikerüljön a fiatalokat és a szülőket pozitív irányba befolyásolni. Köszönjük szépen. Köszönöm a beszélgetést. Elköszönünk a kedves nézőktől, önök a Vallás és Kultúra című műsort látták. Viszont látásra, Isten áldja önöket! Thank you.